A fiziológia elég alaposan meghatározza dolgainkat, mert az, hogy a testünk hogy működik, és hogy mi mit csinálunk a testünkkel, azért az egy elég kritikus része ennek a bulinak. Rövid távon is kritikus, hosszú távon meg végképp. Itt van velem már négy bekukkantott egy fiatal ember, akiről én el fogom lőni az egyik poénját, vagy inkább elmondja. Nekünk van egy garantált közös tulajdonságunk, vagy nem tulajdonságunk, múltbéli életeseményünk, de inkább meghagyom ezt neki. Ami ma működik, az, hogy mind a ketten ketodiétán vagyunk, én csak azért, mert őt megismertem. Ő meg azért, mert biohacker az ő foglalkozása. És ehhez nem csak azt kell hozzátenni, hogy Andris kitalálta, hogy ő az lesz, és majd baromira megmutatja a világnak. Én több csoportjában is tag vagyok, és én látom azt, ahogy százak, de szinte mondhatom azt, hogy ezrével írnak az emberek neki brutálisan kemény, hálálkodó kommenteket, hogy mit tett ő velük, az ő egészségükkel, az ő energiájukkal, az ő teljesítményükkel. Andris körülbelül egy kerek egy órás előadást fog tartani, és ebbe ő bele is tartja magát, és közben látom, hogy gyöngyvér háta mögött már nézi is az óráját, úgyhogy nagy szeretettel köszöntsük Andrist a legjobb demonstrációt! Yeah! Köszönöm meg! Rácz Andris! Itt a prezit, ha kéred. Várjál, ez szerintem úgy a legjobb, hogyha itt kezdjük, jó? Jó, szóval, hogy Andris már itt is van a prezijével. Jó szórakozást, és nagyon figyeljetek, jegyzeteljetek! Na, sziasztok! Hát köszönöm a meghívást, Attila. Hú, de alacsony vagyok. Egy pár deszkát lehet, hogy kérnék magam alá. Na, hát elhoztam nektek egy pár biohacket, mivel ugye a háromszögnek a legalja, ugye a fiziológia, erről fogunk beszélgetni egy pár szót. Látjátok a képernyő megosztást? Igen. Mindenki látja? Akkor ebbe fogunk egy picit belenézni. Nem akarnék senkit sem untatni a sztorimmal, de azért pár szót mondanék arról, hogy mégis hogy kerültem ide. Azon kívül, hogy felszálltam a villamosra, és eljöttem a Marriott Hotelbe. Tehát egész gyerekkoromban ADHD, pánikbetegség és szorongás jellemezte a mindennapjaimat. Ugye beszélgetetek már arról, hogy a fájdalom az, ami nagyon sok embert kimozdít, és nem akarom lehúzni a jó kedvet, de ez a sztorinak a kezdete. Tehát a nagy mennyiségű probléma és a erős fájdalom hozott ki, hozta ki belőlem azt, hogy eljött egy gondolat, miszerint változtatnom kellett az életemen. Most konkrétan mi is történt? Én szakácsként dolgoztam körülbelül 2 éven keresztül Budapest legjobb éttermeiben, és rettenetesen sok stressz ért engem egy idő alatt. Miközben az összes többi munkatársam élvezte a munkát, addig nekem olyan tüneteim voltak, mint szívdobogás, rossz alvásminőség, általános rossz kedv, és nem igazán tudtam hova tenni. És a munkatársaimnak mondtam, hogy hát gyerekekkel nem érzem jól magam, össze-vissza ver a szívem erősen, nem alszom jól, mégis mit csináljak? És a munkatársaim azt mondták, hogy hát haver, nem vagy elég elhivatott ez a munkához. Akkor megköszöntöm a segítségüket, és amikor hazamentem a szüleimhez, akkor még otthon laktam, elmondtam nekik is ezt, hogy valami gond van velem, és ők meg azt mondták, hogy nem vagyok elég kitartó. Hát egy pár évig még ezt így húztam, vontam, de szenvedtem minden egyes nap bemenni a munkahelyre, utáltam, és hát szépen lassan kialakult egy olyan közeg körülöttem, hogy nem csak én utáltam a munkámat, meg én utáltam mindenkit, hanem engem is mindenki utált. És akkor döntöttem el, hogy valamit változtatnom kell, de tudtam, hogy a fiziológiámmal van valami probléma, hogy valamiért nem
viseli jól a stresszt a testem. És az odáig fajult, hogy a pánikrohamok meg a depresszió miatt én 7 napig nem aludtam, tehát 7 napon keresztül fenn voltam minden éjjel, és az 5. napon hívtuk ki a mentőket, hogy valamit csináljanak, és akkor kijöttek, akkor azt mondták, hogy hát nyugodjon le, pihenjen egy kicsit, és akkor majd jó lesz. Megköszöntöm a tanácsot, viszont a következő nap is kihívtuk a mentőket, mert semmi nem történt. Majd még egy, majd akkor azt mondták, hogy hát szintén ugyanazt, pihenjen, és akkor majd megoldódik. És a következő nap megint kihívtuk a mentőket, akkor már bevittek a kórházba, és az orvos azt mondta, akkor még nem tudtam, hogy pánikbeteg vagyok, vagy mi a problémám, hogy az orvos akkor tájékoztatott arról, hogy ön pánikbeteg. Nem tudtam, hogy mi ez, vagy hogy mit kell ezzel csinálni. Én elfogadtam a gyógyszereket, amiket felírt nekem. Hazamentem, és azt gondoltam, hogy majd a gyógyszerektől én jobban leszek. Elkezdtem szedni ezeket, és pár hétig szedtem is, de semmi javulást nem tapasztaltam. Ezért elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem a beteg tájékoztatót, és meglepődve láttam, hogy tulajdonképpen ugyanazokat a tüneteket tartalmazza, amikért elkezdtem szedni ezt a gyógyszert. Tehát a szívdobogás, a rossz, tehát szívdobogás okoz maga a gyógyszer, meg rossz alvásminőséget, és nem igazán értettem, hogy miért szedek egy olyan gyógyszert, ami ugyanazokat a tüneteket okozza. Viszont volt egy tünet, vagy volt egy mellékhatás, bocsánat, ami nálam elég erősen kijött, és eléggé megijesztett. Ez a mellékhatás, az öngyilkos gondolatok címmel volt ott. Nem is igazán tudtam, hogy hova tenni, hogy egy bogyó okozhat ilyet, de nálam elég erősen kijött ez a tünet, és annyira megijedtem tőle, hogy én aznap eldöntöttem, hogy ezt abba hagyom, és megváltoztatom az életem. Hát az első utam nyilván az internet és a Google keresőhöz vezetett. Én beírtam azt, hogy mégis mit csináljak, mint pánikbeteg, hogyan lehet ezt megjavítani vagy orvosolni. És rengeteg ötlet, meg rengeteg megoldás jött föl, egészen a lelki gondolatmenedzsmenttől kezdve a kommunikáció megváltoztatásától kezdve mindenféle pszichológiai irány, és mellette pedig olyan tippek voltak, hogy egy ilyen omega-3 olajat sportoljon, és aludjon jól. Tehát én akkor összekapcsoltam azt, hogy valószínűleg a lélek meg a test összekapcsolódik sokkal jobban, mint azt én gondoltam. És na, lépek tovább. Akkor én elkezdtem, valaki van a szobába, beengedem, jó? Persze. Más is be tudja, vagy csak én? Te ott, az előttem, simán. Ha? Jó. Ez 6 éve történt, amikor, vagy bocsánat, 8 éve történt már, amikor én először beírtam Google keresőbe, hogy hogyan javítsam meg a pánikbetegségemet, ekkor rengeteg mindent találtam. Tehát a magas dózisú halolajtól kezdve egészen a mindenféle vitaminok, B-vitaminoktól keresztül, mindenféle meditáció, jóga, tájcsi, stb. És én elkezdtem mindent kipróbálni. Mivel én kíváncsi ember vagyok, mindent csináltam, és elkezdtem összerakni egy olyan életmódot napról napra, ami elkezdett támogatni az életem, és egyre jobban és jobban lettem napról napra. Akkor még nem tudtam, hogy ezt a megközelítést úgy hívják, hogy biohacking, vagyis rendszerben gondolkodás, a folyamatos tanulás, ez tulajdonképpen az evolúciónak a célja lenne. Hogyha valamilyen, ezt még Chris Hadfieldtől tanultam, nem tudom, ki ismeri közületek a NASA-nak a asztronautáját, hogyha mész valahova autóval, és félsz attól, hogy defektet kapsz, akkor mi a megoldás? És az a megoldás, hogy le kell csekkolni, hogy van-e nálad póttartalék gumi, ki tud-e csavarni a csavarokat,
vissza tudod-e tenni megfelelően, fel tudod-e pumpálni a kereket, és ha minden tényező adott arra, hogy megjavítsd a gumit, akkor a félelem egyszerűen elszáll. És ugyanerről van szó a biohacking rendszerben gondolkodásban, hogy mindenféle félelmet el tudok úgy engedni, hogyha felkészülök rá. És itt lehet, hogy át tudunk ugrunk pár diát. Tudok ilyen vetítést csinálni vajon? Így is látjátok? Hát te, mint a biológiai rendszer, nagyon sokféle rendszert meg tudsz hackkelni az életedben, és ezekről fogunk beszélni egy pár sort. Én, mint biohacker, nagyon fontosnak tartom most az utóbbi években azt, hogy mérjük magunkat, hogy valamilyen rendszerben föl tudjunk állítani egy irányvonalat. Hogyha mérhető a változás, akkor fel tudunk állítani célokat, és látjuk, hogy nap mint nap a célunk felé haladunk. Hogyha a tested javítása a cél, akkor nyilván egyszerű dolgokat be tudsz szerezni, okos mérleggel már meg lehet mérni a súlyodat, a zsírszázalékodat, izomszázalékot, stb. De nagyon érdekes az, hogyha a lelki funkciókat szeretnéd megjavítani a tested funkció megjavításával, akkor valószínűleg semmilyen eszközt nem kell majd beszerezni, csak reggel fölkelsz, ránézel az órádra, és milyen érzések vannak benned reggel, azt fogja megmondani, hogy mégis hogy állsz. Úgy kezd fel reggel, hogy meg akarod váltani a világot, és minden energiát magadba érzel, vagy pedig úgy kezd fel reggel, hogy jaj, ne, megint egy újabb nap, és hogyan fogom túlvészelni azt. Hát szerintem a biohacking nem arról szól, hogy szebb, okosabb, gyorsabb, erősebb legyél, hanem arról szól, hogy visszahozzuk az egyensúlyt az életünkbe. A kettősség, dualitás, polaritás egyensúlya, ugye a yin-yang, ki, prána, chi, ez rengeteg keleti kultúrában fel-fel bukkant. Ez nem egy új megközelítés. És ahhoz, hogy te is biohacker lehess, illetve hát mindenki az valamilyen szinten, az mindig csak egyetlen egy napot kell optimalizálnod. Hiszen az vagy, amit újra és újra megteszel, a kiválóság nem tett, hanem szokás. Tehát nem kell megijedni, csak egyetlen napot optimalizálj, és a mai nap a legjobb kezdet ehhez, hogy a legjobb önmagad lehess. Tehát meg tudjuk hackkelni külön az elménket, a testünket, a vitalitásunkat, az alvásunkat. Majd picit átfogóbb képet adok neked arról, hogy mégis miről van szó. Csak egy pár gondolat, hogy öt lecke, amit az emberek túl későn tanulnak meg az életbe. Szerintem érdemes, Carl Rogers mondta azt, Marshall Rosenberg járt Carl Rogersnek a lecture-jére, óráira még annó, és Carl Rogers mondta azt, hogy mit tanuljunk, ezzel kezdte az órát. Bejött a terembe Carl Rogers, és megkérdezte a tanulókat, hogy mit akartok tanulni. És a diákok furcsán néztek, hogy miért ő kérdezi meg a diákokat, hogy mit kéne tanulnunk. És azt válaszolta Carl Rogers erre, hogy szerint a legfontosabb az, hogy mindig töprengünk el azon, hogy mégis mit éri meg tanulni az életben. És ez az öt lecke, amit az emberek túl későn tanulnak meg az életben, ez, hogy a fizikai kinézetednél sokkal fontosabbak a belső értékek, hogy az idő fantasztikus gyógyító lehet, ha megfelelően használjuk. Az iskolákban elsősorban nem tantárgyakat tanítanak, hanem engedelmességre tanítanak. Azt tanítják meg, hogy ott legyél időbe, hogy azt csináld, amit ők mondanak. Ne pénzért dolgozz, hanem hogy adhass valamit a világnak. És szerintem Attila is ezért van itt most velünk. Illetve, hogy a panaszkodás nem oldja meg problémákat, ezt nyilvánvalóan már tudjátok, és kaptatok olyan rendszereket, amivel meg tudjátok oldani már a problémákat. Én három részre osztom, hogy hogyan hackkeld meg a biológiádat, és ezzel hogyan támogasd a mindennapjaidat. Az elme az első rész,
hogyha beveszel egy nyugtatót, akkor nyilvánvalóan lenyugszol. Tehát a nyugtató az a kis bogyóban egy kémiai molekula van, amit ha bekerül az idegrendszeredbe, akkor egy GABA inhibitorként működik, és megváltoztatja a biokémiáját az agyadnak. Ezáltal lenyugszol. Tehát mondhatni az érzelmek azok kémiai jelmolekulák. Például gondolj bele, nagyon hasonló, hogyha megiszol egy pohár kávét, akkor milyen hatásai vannak az agyadra. Ugyanúgy felpöröksz, és jobban érzed magad tőle. És hogy energikusabb legyél reggel, ezért hekkeljük meg a kávédat. Hogyha egy pici vajat teszel a kávédba, vagy MCT olajat, akkor sokkal több energiát fogsz tudni belőle kinyerni. Hiszen az agyunk nagy százalék a zsírból van, és igényli a zsírokat. Hogyha egy ilyen kávéval indítod a napodat, akkor sokkal energikusabb tudsz lenni majd. Egy másik ötlet, ez sem tőlem származik, ez a kép egy görög coffee shopba lett fotózva. Egy pici sót tesznek a kávéba, egy nagyon picit, egy csipet sót, amúgy ízre is kedvez, ugye elveszi a cselsavat, másrészt szintén energiát fog adni. Tehát egy picit sós, zsíros kávéval indítod a napodat, akkor garantálom, hogy pár óráig kirobbanó élménybe lesz részed. Lehet, hogy furcsán hangzik ez, de hogyha felturmixolod egy turmixgéppel, akkor ugyanaz lesz, mint egy latte, és lehet, hogy nem is fogod érezni benne a só ízét. De hát érdemes mindent kipróbálni. Bocs, egy kérdés, hogy kondisó is lehet, hogy ilyen hagyományos só is? Hát én parajdi sót szoktam alkalmazni, szerintem az lenne az ideális. De mondjuk egy kávézóban csak sima só van, az is valamit ér? Hát igen, igen, az is jobb, mint a semmi. Gondolom, nagyon sokan szeretitek a kávét, de hogyha szeretnének kipróbálni valamit, ami a kávé koffein tartalmát kiegyensúlyozza, az a zöld tea, ugyanis a zöld teában L-tianin található, ami képes a koffeinnek a hatását kiegyensúlyozni. Tehát, hogyha te az vagy, aki remeg a kávétól, vagy a koffeintől pontosabban, akkor neked a megoldás a zöld tea lesz. Ki az, aki közületek szereti a kávét? Fel a kezeket! Na, látom, vannak közületek, akik szeretik. Itt van egy pár téma, amit átugornék, de itt a táplálkozással kapcsolatban a nutrigenetikáról egy pár szót elmondok. Ez a legújabb rendszer, amivel a táplálkozást képesek vagyunk személyre szabni. Tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy bele kell köpködni egy csőbe, azt el kell küldeni egy genetikai laborba, ahol kielemzik, és ezután a genetikádra egy személyre szabott táplálkozást tudsz kérni. Ezt én is megcsináltattam, amúgy nekem is van tapasztalatom vele. Amióta én nutrigenetikával táplálkozom, és hát személyre lett szabva a táplálkozásom nutrigenetika által, azóta sokkal és sokkal jobban érzem magam. Mérhetően jobb az alvás minőségem, és az energiaszintem is kirobbanóbb. Picit átugrunk pár diát, nem akarok túl bonyolult témákba belemenni, viszont ki az, aki közületek tudja, hogy mi az a mitokondrium? Fel a kezeket! Tehát ez egy olyan sejtszervecske, ami az energiát termeli a szervezetedben. Erre hihetetlenül nagy szükség van. Tulajdonképpen attól függően, hogy mennyi mitokondriumod van, attól függ, hogy mennyi energiád van napközben. De minél több van, annál több energiád lesz. És hogyan lehet még energiát hekkelni, hogy jobban érez magad? Például hideg terápiával, vagy kryoszaunával lehet stimulálni ezeket a sejteket, hogy jobban érez magad. Ebben a szaunában mínusz 200 fokra hűtöttek le, de nem kell megijedni, ez egyáltalán nem is veszélyes, sőt, annyira nem is volt hideg. Én teljesen jól bírom a kiképzést, hiszen én már hidegterápiázok pár éve,
de érdemes hozzászoktatni szépen lassan a testet. A kirobbanó energia, hát nyilván, hogyha valaki reggelizik egy kávét, az szintén meghozza az energiaszintet, de ha a reggel beleugrasz egy kád jeges vízbe, az is szintén meghozza a kedvet, a munkakedvet, meg az energiaszintet. Mi például csináltunk egy ilyen fagyasztót, amiben víz van, és le lehet hűteni, és otthon is bármikor be lehet merülni, hogyha valaki hidegterápiázni szeretne egy picit. És nem csak én csinálom, ezt nem csak én vagyok ilyen elvetemült, hanem bizonyos sportolók is, hát a sportolók így oldották meg, ők kukában fürdenek. Ugye a gyulladás szinteket kapcsolatban mindenféleképpen a táplálkozásra is lehet javítani a gyulladás szinteken. Itt most tulajdonképpen az én gyulladás mértékemet láthatod. Ez a zöld zónában van, tehát ez tulajdonképpen nincsen gyulladás a testembe. De pontos akarok lenni, ez az omega 3-6 arányomat mutatja be. Mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minél több halat fogyasszunk, a bennük lévő omega 3 az nagy mértékben támogatja az agyműködést. Bár aki növényi alapon van, ott is például a lemmaggal lehet javítani a rendszer működését. Tehát mindenkinek megvan a megfelelő következő lépés, azoknak is, akik például nem fogyasztanak húst. A következő dolog, amit én megtanultam, amikor Manchesterben éltem, én 4 évet éltem kint, és ez a pánik sztori is onnan ered. Én ott voltam Manchesterben kórházban, és az angol orvosok nem tudtak rajtam segíteni. És azért eldöntöttem, hogy elhatároztam magam, hogy el fogok menni egy manchesteri buddhista kolostorba, és megtanulom, hogy hogyan kell magamat lenyugtatni légzéssel. Oda majdnem egy évig jártam. A kis papok megtanítottak rendesen meditálni, rendesen lélegezni, és az egyik trükk, amit mondtak nekem, hogy sose föntre lélegezzek, ugye ide a baroreceptorokba, mert az stresszt indukál, hanem ide lentre a hasi részbe. És nagyon nehezen tudtam megtanulni, és a végén azt mondták, hogy hát kössek egy madzagot a hasam köré, és akkor érezni fogom, hogyha hasi légzést használok, és ezzel tudtam végül is megtanulni a hasi légzést. Ha a légzésbe kicsit mélyebben belemélyedtem, kiderült, hogy az amerikai hadsereg is használ egyfajta légzéstechnikát, ez úgy hívják, hogy doboz légzés. Ez annyit tesz, hogy 4 lépésre belélégzel, 4 lépésre bent tartod, 4 lépésre kilélegzel, és 4 lépésre kint tartod. Ők így menetelnek amúgy, ezzel nyugtatják le magukat, az idegrendszerüket, ezzel nyugtatják le egy bevetés előtt, és én is szoktam alkalmazni, hogyha mondjuk sétálok valahova, vagy airporton vagyok, vagy amikor éppen jöttem ide be a hotelbe, akkor is ezt használtam. A buteiko légzésnek a hívői például leragasztott szájjal alszanak. Azért nagyon fontos, mert az orrlégzés az nem csak megszűri az orr a levegőt, hanem fontos fiziológiai rendszerek indulnak be akkor, hogyha orrlégzésen keresztül lélegzünk. És egyre több kutatás jön arról, hogy a szájlégzés az kifejezetten káros. Alvás hekkelésre pár gondolat. Meddig van időm amúgy? Azt meg tudjátok mondani, mert valaki be akar lépni, beengedem. Nagyon jó. Ha van kérdés, nyugodtan írjátok le, és akkor megválaszolom. Csak én nem látom a csetet, de mindjárt beindítok itt a csetet magamnak. Ha? Lehet használni zsíros tejszint is, nincs túl nagy különbség. Ugye egy fizikai mechanikus eljárás van a vaj meg a tejszín között, egy köpülés, ezen kívül nincs semmi különbség. Hát nyugodtan használhatod azt is. Nyilván a minőségre kell odafigyelni. Szóval,
Érdemes mérni az alvás minőséget. Én ezt egy gyűrűvel mérem, itt van az ujjamon, de bármilyen módszerrel tudod mérni, hogyha mondjuk van egy okos telefonod, akkor le tudsz tölteni egy alkalmazást. Hogy ez miért fontos? Látni fogsz egy tendenciát abban, hogyha egy jó alvás, egy jó mély alvás után vagy, akkor bizony egész nap energikusabb leszel. És ki ne akarna egész nap energikus lenni, főleg egy ilyen fantasztikus, legjobb önmagad után. Tudod mélyíteni az alvás minőségedet egy kis esti masszázzal, vagy ha nincs otthon senki, aki segítsen, akkor hát mondanám, meg tudod kérni a kutyád, vagy pedig egy ilyen hengerre látod masszírozni az izmaidat. A mély alvás szakaszt ugyanis mélyíti és hosszítja egy ilyen session. Egy vörös fénnyel szintén tudod stimulálni a melatonin szintedet, ezáltal mélyebb alvásod lesz, hogyha vörös fénnyel találkozol lefekvés előtt. Ilyen fénypaneleket amúgy könnyen be lehet szerezni. Ezt a fénypanelt amúgy én alakítottam át, hogy ez direkt ilyen vörös fényű legyen. Ez segít abban, hogy az ember aludjon este. Nem tudom, hallottatok-e már a kékfény szűréséről, hogyha kékfény szűrő szemüvegben vagytok, szintén javítja az alvás minőséget. Hogy miért? Azért, mert a természetellenes fények azok teljesen elnyomják a melatonin termelést. Az azt jelenti, hogy nem lesz elég mély az alvás minőséget, hogyha kék fényben nézel elalvás előtt. Most hát elég sok ember gondolom így alszik el, hogy közben a telefon az arcában van. Ugye ezektől a fényektől kellene magunkat megvédenünk. Egy kicsit mélyebb téma van az alvás minőséggel kapcsolatban, de ezt átugorjuk. Nem tudom, hogy hallottál-e már arról a kifejezésről, a zsíradaptált. Hogy mit jelent az, hogy zsíradaptált? Addig van kérdés, megválaszolom, ameddig leírjátok. Egy meleg, vizes, kálas fürdő után a sima hideg zuhanyzás mit ad? Hát az is ugyanúgy fel fog frissíteni. Önmagában az is egy jó kezdés. Én úgy kezdtem el a hidegvizes zuhanyt, hogy 2 percig meleg és 1 percig hideg vízzel zuhanyoztam, majd szépen lassan váltottam hidegre. Most például nálam otthon be van vezetve a kútvíz, és csak az jön a csapból. Aztán ez egy ilyen 12 fokos víz, tehát én csak azzal zuhanyzom otthon. Az otthoni sima hidegvizes zuhanyzás mennyivel kevésbé hatékony, mint a hidegvizes fürdő, amit mondtál? Szerintem mindkettő hatékony. Na, beengedek valakit a szobába, aki az? Be tudjátok engedni? Pont ott van a... Ja, jó, sikerült. Nagyon jó. A zsíradaptáció azt jelenti, hogy képes vagy a saját zsíraktáradat elégetni. Erre nem mindenki képes, nem véletlenül vannak, akik elhíznak 120-140 kilóig, sajnos ők nem képesek hozzáférni a saját testünkön lévő zsírhoz. A zsíradaptáció eléréséhez használhat időszakos böjtöt. Elég nagy vita van azzal kapcsolatban, hogy az időszakos böjt vajon egészséges-e vagy nem. Viszont például a Blue Zone területein élő centúriánusok, tehát akik több mint 100 évig éltek emberek, ők is szintén böjtöltek. Hát azt látjuk kutatásokból is, hogy azok az egerek, akik időablakban esznek, tehát böjtölnek, azok kb. 20-25%-kal tovább élnek. És hogy kipróbálsz egy böjt időszakot, akkor látni fogod azt, hogy sokkal energikusabb vagy, sokkal jobban érzed magad, hiszen emésztéssel nem foglalkozik ilyenkor a szervezet, minden energiát az agy kap a túlélő üzemmódban. Nyilván nem kell említeni, hogy a zsíradaptációban segít a sport, hiszen ez ömlik a médiából, hogy ha le akarsz fogyni, akkor sportolnod kell, meg életmódot váltani. Viszont a hidegvízes zuhany is szintén egy zsírégető technológia. Tehát ha zsírégetés a célod, akkor a hidegvízes zuhany lehet az egyik olyan trükk, amit bevethetsz. És van egy kérdés, hogy mi a véleményed a napi egyszeri étkezésről? Hát az is teljesen jó lehet, de attól függ, hogy hát érdemes egy labort nézetni előtte.
ezt szoktuk amúgy kielemezni, az ásványanyag arányokat, lipidpanelt, stb. És ugye ez alapján meg tudom mondani, hogy neked jó-e az omad, de annyit tudok neked mondani, hogy ha jól érzed magad egész nap, energikus vagy, és nincs olyan érzésed, hogy leesik a vércukorszinted, akkor működhet nálad abszolút. Mi a véleményed a glutén, laktóz, tojás, stb. Diétáról? Abban az esetben, ha a szervezeted tolerálja ezeket a dolgokat, nem vagy rá allergiás. Ez divat, vagy tényleg hasznos? Hát vannak olyan anyagok, amik semmi esetre sem emberi szervezetbe valóak. Most, ha valaki jól tolerálja a glutént, ettől függetlenül nem igazán az emberbe való. Tehát a gluténmentes táplálkozás az mindenféleképpen hasznos lehet. És nem úgy gondolom, hogy divat. De majd beszélünk a gluténről egy picit később. Hidegterápiának bizonyos előnyeit sorolja fel ez a kép. Depresszió és bipolaritás javul, zsírégetés javul, erősödik az immunrendszer, betegségek elleni védelem javul, hát ez most a Covid időszakban szükséges nekünk. Javul a test hidegtűrése nyilvánvalóan. Egy olyan kihívásra szeretnélek invitálni, hogy próbáld ki a hideg zuhanyt még ma. Ne várj holnapig, mert akkor nem lesz belőle semmi. Amint véget ér ez a mai beszélgetés, próbáld ki egy hideg zuhany ma este. A napi rutin felállítás az hihetetlenül fontos. Még Simon Sineknek volt egy sztoria azzal kapcsolatban, hogy ha elmész a konditerembe, egyszer, és hazamész, hát azt látod, hogy semmi sem történt. Majd elmész még egyszer a konditeremben, belenézel a tükörbe, és azt látod, hogy semmi nem történt. Akkor mégis minek csináld, hogyha semmilyen eredmény nem látsz? És azért csináld, mert hited van benne. Hiszel abban, hogyha pár hónapig jársz, vagy pár évig, akkor valamilyen változást fogsz elérni. És a napi rutinban nagyon könnyen be lehet illeszteni például a hideg terápiát egy ilyen hideg mellény alkalmazásával. Ebben a mellénybe ilyen jégakukat kell beletenni, és ezáltal hűvösen tud tartani egész nap. Volt egy kutatás, amivel azt kutatták, hogy vajon a sport hatékonyabb, vagy ez a hideg mellény hatékonyabb-e. És több kalóriát lehet elégetni egy ilyen hideg mellénnyel, mint hogyha valaki sportolna. Kevés az időnk, egy picit átugrunk pár témát. Jézusom. Az ülő betegség című könyv az arról szól, hogy az ülés az teljesen tönkreteszi a hátunkat, tönkreteszi a fenékizmait és a csigolyákat. Erre már be lehet szerezni álló station, például, hogy Áva dolgoz, én is Áva adok elő most ebben a pillanatban, de be lehet szerezni a székeket is, amik olyan alátámasztást nyújtanak, amivel úgy tudsz állni, hogy közben ülsz is. Ha hosszú életet szeretnénk, akkor a kontrollált glikémiás variabilitás lesz a legfontosabb tényező. Most ez mit is jelent a gyakorlatban? Egyszerűen azt jelenti, hogy a vércukor szintünk ne emelkedjen túl magasra. Minél stabilabb legyen a vércukor szintünk egész nap. Olyan ételekkel, mint például délelőtti tojásfogyasztás, reggeli tojásfogyasztással tudjuk stabilizálni például a vércukor szintünket. A rozsbevitellel például szintén tudjuk stabilizálni a vércukorszintet és az energiaszintet. Az almaecettel szintén, ezt lehet, hogy ismeritek és alkalmaztátok már, és hogy rágjátok meg az ételt. Mindful étkezéssel bizonyítottan stabilabb vércukorszinteket lehet mérni utána. Edzés, étkezés után szintén lecsökkenti a vércukorszintet. És én voltam az mindig, aki, hogyha elmentünk egy étterembe, és nagyon-nagyon bekajáltunk, akkor előtte vagy utána
kellett csinálnom pár googolás, hogy fekvőtámaszt a WC-ben, mert különben nem éreztem jól magam. Tehát én éreztem azt, hogy a vércukor szintem nagyon magasra szökik föl, és ezt azzal tudtam levinni, hogyha sportoltam egyből. A testünk optimalizásával kapcsolatban a regeneráció javításáért egy pár táplálékot szeretnék beemelni nektek. Mi egy leveses nemzet vagyunk. Tehát a leves fogyasztással tudunk regenerációt javítani, de mi is ez a leves? Most nem feltétlenül a Wifon zacskós tésztás megoldásra gondolok, hanem például egy nagyon egyszerű csontleves, húsleves alkalmazásával, esetleg zöldségleves alkalmazásával tudjuk javítani a táplálékbevitelünket. Ugye a kollagénról van szó konkrétan. A lányok, nők manapság oda vannak azért, hogy olyan kiegészítőket fogyasszanak, amik tele vannak kollagénnel, hogy szépítsék a bőrüket. Ezt nagyon egyszerűen be tudod vinni egy bögre húslevessel. Lehet, hogy ez a videó nem fog elindulni, de így is lehet hidegterápiázni. Edzés után egyből bele a hóba. Edd magad okosra, az agyunk funkciói nagyban függenek attól, hogy mi mégis mit eszünk, és táplálékra van szüksége az agyunknak. Hát ezeket a húsokat én egy farmról kapom, olyan állatoktól, akik meg vannak tisztelve, és úgy vannak nevelve, ahogyan az szükséges. Alapvetően fűvel legeltetett és nem mesterségesen tartott állatokról van szó. Én nem szívesen mennék be a szupermarketbe és emelnék le onnan egy darab csirke mellett például. És nagyon sokan, akik elmennek a szupermarketbe, megveszik a húst, el se tudják képzelni, hogy ez honnan jön. De mégiscsak megveszik és megeszik. MCT olaj a jövő energiaitala. Hogyha ezt teszed bele reggel a kávédba, akkor hihetetlen energiát fogsz tapasztalni. Ezek a szénláncok közvetlenül hatnak az agyműködésre, és a gondolkodásodra is. A ketonok szintén a jövő energia hordozói. Pont az utóbbi pár hónapban jött be egy új táplálékkiegészítő Magyarországra. Ezzel a táplálékkiegészítővel fél óra alatt el tudsz érni egy olyan fókuszált állapotot, amit csak hosszú böjtök után tudnál elérni amúgy. Az amerikai hadsereg használja ezeket a ketonokat, mert az egész, tehát úgy kezdődött a sztori, hogy az egész hadsereget ketogén diétára akarták fogni, mert hogy erősebbek, fókuszáltabbak, gyorsabbak legyenek, viszont egy egész hadsereget nem lehet ráfogni egy ilyen diétára, és ezért azt találták ki, hogy egy olyan keton kiegészítőt gyártottak le, ugye a NASA fejlesztette, és most már az asztronauták is használják, amivel fél óra alatt egy nagyon erős fókuszált állapotot el lehet érni. Nagyon sokan nem tudják magukkal vinni a táplálékkiegészítőiket, és megmondom őszintén, nem ajánlom olyan nagyon azokat a kiegészítőket, amik gyárban készültek, viszont a tojássárgájában minden benne van, ami szükséges lehet számodra. Ilyen módon el tudod vinni magaddal bárhova a tojássárgáját. Egy kis sóágyba rakod, pár napig benne van a sóágyba, és utána le tudod reszelni akár ilyen kis zselés tápkieg lesz belőle. A sófogyasztás az utóbbi években mindenki tiltotta, de úgy néz ki, hogy hibásan. Nem érnék bele a sófogyasztás rejtelmeibe, mert több órát tudnék erről beszélni. Ezért átlépünk arra, hogy a jót fogyasztás szintén hosszú időn keresztül tiltották, de mégis úgy néz ki, hogy rosszul tették. És bizony itt van három könyv, amiben kifejtik és el tud olvasni,
hogy mégis miért lenne fontos több sót ennünk, több zsíradékot ennünk és több jódot ennünk. És mind orvosok vagy hozzáértők által írt könyv, tehát nem én találtam ki. Az immunrendszer hekkelése, ez nem elég érdekes téma mostanában, hogyha olyan edzést végzel, lehetőleg edzőteremben, amilyen nagyon-nagyon lassú mozgások vannak, az bizonyítottan az immunrendszerre is hatással van, és erősíti azt. Ugye említettem azt, hogy minél kevesebbet ülünk, annál fókuszáltabbak leszünk, annál jobban tudunk majd dolgozni, és a produktivitásodat meg tudod hekkelni azzal, hogyha otthon állva dolgozol. Vannak nagyon profi olyan asztalok, amiket föl lehet emelni, vannak irodák, amik ezt alkalmazzák. Én otthonra összeraktam egy ilyen setupot, egy székkel, egy dobozzal, és teljesen jól működik ez is. Ebbe se akarok belemélyedni, viszont ez egy kicsit egyszerűbb módja annak, hogy meghekkeld a produktivitásodat. Úgyhogy miközben dolgozol, ez egy neurotikus tevékenység. Fönn vagy a fejedben, a fókuszáltságodat teljesen elveszted. Biztosan volt már veled olyan is, hogy elmentél moziba, és annyira lekötött a film, hogy a testedet elfelejtetted érzékelni. Nem érezted a testedet. Úgy tudod visszaszerezni a kontrollt a tested fölött, hogyha stimulálod azt. És egy laza talpmasszázs munka közben az nagyon-nagyon sokat dob a produktivitásodon. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mégis hogyan értem el azt, amit az utóbbi pár évben sikerült. Most én tulajdonképpen 4 éve kezdtem el foglalkozni emberekkel, és 4 éve tettem fel az első YouTube videómat, nem gondolva azt, hogy ebből majd bármi is lesz. Azóta már több ezeren követnek engem, és sokan nevetnek az ilyen produktivitás hackeken, de ezek a hackek toltak engem előre. Ezek segítettek, hogy elérjem azt, amit sikerült elérnem. Ha nincs időd írni, vagy nem akarsz leülni, görnyedni egy laptop előtt, akkor az online diktálás vagy Dragon Dictation programokkal akár munkába menet, vagy sétálás közben is fel tudod diktálni az anyagokat. A posztokat, hogyha könyvet írsz, így diktálva, sokkal hatékonyabban tudod megtenni azt. És ugye a kékfény kerülése, ez nagyon-nagyon fontos, hogy jobban aludjunk, és jobban érezzük magunkat majd másnap. Viszont miután lement a nap, már nem szabadna kékfénynek jutni a szemünkbe. És én is olyan módszereket használok, hogy kerüljem a kékfényt, amiket ezen a képen láthattok. Tehát a képernyőre én kékfényszűrő programot tettem föl, ott fönt középen láthatod. Bal oldalon egy olyan képet látsz, hogy kicseréltem az égőt ebben az állólámpában egy vörös fényűre. Természetes tüzet használok, tehát vagy gyertyát, vagy olajlámpást, hiszen ezek infravörös fények. A szememben van egy szemüveg, ami blokkolja szintén a kékfényeket, de már nincs kékfény a szobában amúgy. Ezeket használom, akkor sokkal jobb alvásminőségem lesz utána. Itt rengeteg trükk meg ötlet elhangzott már, de én nem invitálnálak arra, hogy meg bevásárolj mindent, és holnap ugolj bele egy ilyen biohacking életmódba, mert nem szükséges eszközöket vásárolni ehhez. Számomra például a legegyszerűbb és mégis legolcsóbb, de leghatékonyabb beruházás egy ilyen stopper óra volt, amivel tudom mérni akár a légzésemet, tudom mérni az edzésemet, tudom mérni az alvás minőségemet is, stb. Ez csak egy pár ezer forintos beruházás volt. Ez az életmód nem arról szól, hogy bevásárolj mindenféle kütyüt. Egy pár könyv, amit te is el tudsz olvasni. Sokan kérdezik tőlem, hogy honnan van ez a rengeteg tudás, ami itt van a fejemben. Próbálom egyszerűsítve átadni amúgy, de elég nehezen megy.
és ezért elnézést kérek mindenkitől, de aki még mélyebben bele akar mélyedni ezekbe, nekik ezeket a könyveket ajánlom. Ezeket fotóz ki, és akkor el tudod olvasni. 8. kép. A 8. kép csak az volt, hogy hosszú jó ing van rajtam, ugyanis a bőrfelületen is vannak olyan receptorok, amik reagálnak a kékfényre, és azt is érdemes elrejteni. Jó, tehát ezeket a könyveket melegen ajánlom annak, aki biohacker akar lenni. De ezeken is szépen átugrunk. Tim Ferriss Tools of Titans című könyve, azt biztos sokan ismeritek. Nagyon sokan kérdezik, hogy mitől vagyok ennyire fókuszált és egyszerű a képlet. Én minden egyes nap leírom, hogy mi a célom. Kiválasztok 3 embert, akinek tudok segíteni, és kiválasztok 3 dolgot, amit aznap meg fogok tanulni. Ezekkel tartom magam fókuszban. Ha ezeket leírom, akkor ezeket fogom bevonzani az életembe. A Hit biológiája című könyv Bruce Lipton-tól leírja, hogy a hitrendszerünk hogyan effektálja a génjeinket, és milyen génexpressziók változnak, hogyha a hitrendszerünk megváltozik. Amúgy Bruce Lipton az elmúlt pár hónapban került ügyben a köztudatba itt Magyarországon, érdemes őt is követni. Hát különféle érzések, különféle rezgésszámon működnek. Tehát alacsony rezgésszámú érzések, a félelem, a bűntudat, hogyha ezeken pöröksz, és ezekből nem tudsz energiát meríteni. Viszont a nyugalomból, a szerelemből nagyon sokat tudsz. Gyógyul zenével. Én amikor pánikbeteg voltam, akkor rengeteget segített az, hogy ezeket a rezgéseket magamének tudtam. Ugye a rezgések, minden rezeg egy frekvencián, és a zene is nyilván, és nem mindegy, hogy milyen frekvenciát hallgatunk. Amikor én buddhista templomban jártam, akkor én otthon is használtam meditációt. Hát én elmentem a templomba, meditáltam 1-2 órát, aztán hazamentem és folytattam, ennyire el voltam elhivatott, viszont segítséget kértem ettől az úriembertől, akit te is bármikor követhetsz, Michael Sillinek hívják, fantasztikus meditációi vannak az interneten. A YouTube-on ezeket ingyen meg tudod hallgatni. És a Waltons Music szintén olyan hercen szólalnak meg, ezek a hercek tudják befolyásolni az érzelmeidet. És a relaxációból már ugye beszéltünk. Ez a szerelem hullámhossza, ez 528-as herc, be lehet szerezni egy ilyen sípot is, mindenki szerelmes legyen beléd, de hát ez nyilván nem erről szól. Ez a síp segít kimutatni a szeretet érzelmet, és átérezni azt. És szerintem is nagyon fontos az, hogy lelkileg is rendben legyünk, és minden erőmmel azon voltam, hogy a családommal mi minden jobban legyünk. Ebben nagyon-nagyon sokat segített nekem Marshall Rosenbergnek az erőszakmentes kommunikációja, de én úgy látom, hogy nagyon hasonló alapokon dolgozik Attila is. Lehet, hogy ismered is a könyvet. Persze, hogy ismeri. Nagyon hatékony. De ugorjunk is át, nyilván a szex egy izgalmasabb sztori. A szexuális életedet is meg tudod hackkelni. A nitrogénoxid volt az év molekulája 92-ben, nem hiába, hiszen ez egy természetes viagraként működik, és táplálkozásra ezt tudod stimulálni és hackkelni, javítani. Ugyanis nitrogénoxid stimuláló például a dió, a étcsokoládé, a vörösbor, hát a fokhagyma is, csak nem tudom, hogy szex előtt az mennyire ildomos. Kinek mi, ugye? Az életcél nagyon-nagyon fontos, hogy fókuszáltan tartson engem. Nekem az életcélom az, hogy segítsek minél több emberen, és átadjam azt a tudást,
ami bennem van, hogy te tud fejleszteni az életminőségedet. És ennek mérhető változásokat is fel tudunk mutatni. Ezek az emberek nem csak kívülről változnak meg, de sok esetben megtanulják önmagukat szeretni is. Nagyon sok mindenről volt szó a mai nap, és nem akartam összekeverni, nem akartam mindenkit elijeszteni attól, hogy belevágjon egy mai napi hideg fürdőbe. Elég, hogyha három dolgot hazaviszel a mai beszélgetésből, és ez a három dolog az a hideg zuhany, a második az időszakos böjt, és a harmadik pedig a légzés. Én ezt a három dolgot egy ilyen egyszerű rafting tripbe beleintegráltam. Ugye reggeli nélkül mentem el raftingolni, közben a légzésemre figyeltem, és ugye hideg vízbe voltam végig. Méghozzá olyan erős lettem ezáltal, hogy el is törtem a lapátot, amit látod a képen. Szóval mi az egyetlen legfontosabb dolog, hogy hosszú időn keresztül egészségesek és fiatalok maradjunk? Ez a legizgalmasabb kérdés, gondolom. Rengeteg barátom járta meg az El Camino-t. Volt ex-barátnőm például, elment Sri Lankára, hogy megtalálja önmagát és felvilágosuljon. Viszont ezek a barátaim és ismerőseim mind-mind üres kézzel jöttek vissza. Méghozzá azért, mert sose voltak egyedül, hiába mentek el egy külföldi országba. Hiszen ez az eszköz mindig velük volt. És nagyon-nagyon fontos, hogy ha elmélyedjünk magunkba, és elvonuljunk, csöndben legyünk, és elgondolkozzunk azon, hogy mégis mit akarunk az életben, hogy mi a célunk az életben. És ameddig nálunk van ez a telefon, addig sajnos ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Én nem jártam meg az El Camino-t, és nem is mentem el Sri Lankára sem. Én csak a közeli erdőkben szoktam elvonulni önmagam egyedül, és én mindig megtalálom önmagamat. És belép valaki. És a nap mottója, hogy mindig csak egyetlen egy napot optimalizálj. Nem kell előre gondolkodni egy évre előre, hiszen az a kiváltság, amit újra és újra megteszel, a kiválóság nem tett, hanem szokás. És ezzel a gondolattal indítalak útnak, és köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Hajrá, éljen Andris! Sziasztok! Milyen volt a kollega? Olyan kemény volt, mint ez a tank itt a háttérbe. Én Andrissal alapvetően véletlenül ismerkedtem meg, mert meghívtak minket mindkettőnket ugyanarra az előadásra, és aztán külön is megkerestem azzal, hogy figyelj, Andris, semmi bajom nincsen, de hogy szeretném a napon belüli hangulat ingadozásaimat valahogy jobban kisimítani. Nem kell itt különösebben nagy dolgokra gondolni, egész egyszerűen arra, hogy szeretnék mindig toppon lenni, hogy akkor dolgozni, amikor én szeretném. És Andris azt mondta, hogy figyelj, nézzünk egy vérképet. Te jó Isten, hát inkább mondjál valami gyors trükköt. És mindjárt mondott is egy párat, ezek közül, amiket nektek is. Aztán nagyon izgalmas volt, hogy bizony elmentem, csináltattam egy vérképet. És három, azaz három csillag volt ebben a vérképben. Ebből kettőre azt mondta, hogy hát figyelj, az nem számít. Az nem számít. Tehát a kreatinin, meg a nem tudom, karbamid az azért magas, mert hogy az edzéstől bomlik az izom szövet, annak az a dolga, hogy magas legyen. A nem tudom melyiket, azt majd gyorsan levisszük, és ami ennél sokkal érdekesebb volt, az az, hogy
volt két érték, ami teljesen normális tartományban volt. Ebből az egyik a nátrium, ami úgy emlékszem, hogy 85-től 145-ig, most, hogy ez mikrogram, vagy éppen micsoda per liter, nem tudom, és akkor nekem 140 volt. Erre azt mondta Andris, hogy ez egész jó. Na, mi az, hogy egész jó? Hát majdnem sok. És azóta én bátran és büszkén iszom a sóoldatot. Igen. És mit tapasztalsz? Mit tapasztalok a sóoldattól? Elképesztő energiát ad. Egyrészt pocsék íze van, a fél deci vízbe tett egy teáskanál sónak, másrészt olyan szinten fölviszi az energiaszintemet, és olyan szinten lehiggaszt. Tehát a figyelmemet azt lézerfókuszra tudja tenni. És mindez kitart mondjuk fél napon keresztül. És egy olyan táplálék, amit igazából az ember nem gondolna tápláléknak. Igen. Úgyhogy köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon fontos szerintem labort nézni, és az alapján megállapítani, mi hiányzik, és akkor ilyen eredményeket el lehet érni. Ja. Köszönjük, Andris! Én köszönöm!